kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kátai Gábor Kórház karcagi székhelyén található járóbeteg szakellátást biztosító épületrész felújítása alkalmából rendezett átadó ünnepségünkön. Mai rendezvényünk célja a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Kátai Gábor Kórházban című pályázat révén megvalósuló, a Kátai Gábor Kórház főépület céljelű épületrészének átalakítása, részleges felújítása, Karcag Zöldfa utca 48 és Kunhegyesi telep helyének Kunhegyes Kossuth Lajos utca 72 részleges felújítása, korszerűsítése című EFOP 221917 kötőjel 2017-00036-os számú projektünk karcagi székhelyünket érintő beruházásának átadása. Kórházunk életében kiemelkedően fontos jelentőséggel bír a megvalósult fejlesztés, hiszen a térség lakóit szolgáló egészségügyi szakellátások régóta vár, méltó helyen a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalon folytatódhatnak. Átadó ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Elfovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Kovács Szilvia asszony, Karcag város alpolgármesterét. Dr. Gondos Miklós urat, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont igazgatóját. Dr. Suba László urat, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont Érszak-Alföldi térségi igazgatóját. Karcag város megjelent önkormányzati képviselőit. Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszony, Dr. Svéda Szabolcs István orvosigazgató urat, Bődi Szilvia ápolásigazgatóasszony, Nagy Attila Csaba gazdasági igazgató urat. Köszöntöm a beruházás kivitelezésében résztvevőket. Köszöntöm tovább... Köszöntöm továbbá minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek ezen a kiemelkedő jelentőségű napon. Tisztelt önkormányzati vezetők, köszöntöm Önöket, köszöntöm az állami egészségügy vezetőit, a kórház dolgozóit, minden kedves megjelentet. Egy újabb fontos lépés az, amely most itt erre az időpontra összehozott bennünket, egy újabb fontos lépés az, amelynek köszönhetően egy beruházást zárunk, hiszen a karcagi Kátai Gábor Kórház szakrendelő intézeti részének egy jelentős felújítása az, amely megtörtént az elmúlt hónapokban. Ez azért is fontos, mert egyrészt egy közel 300 millió forintos fejlesztésről van szó, egy olyan része a kórháznak, amely az alapvető funkciók ellátásához szükséges, és azért is, mert itt mintegy 30 ezer beteg, 30 ezer egészségügyi szolgáltatás igénybe vevő ügyfél fordul meg évente, ez egy rendkívül nagy szám. És a karcagi kórház, amely a Közép-Tiszavidék és a Nagykunság számára biztosítja az egészségügyi ellátást, itt ezen a ponton találkozik a ide érkező betegek legnagyobb részével. Tehát egy kulcsfontosságú terület a kórháznak a szakrendelés, és azon belül fizikailag is ez az épület rész, amelynek a felújítása illeszkedik a kórház korábbi részének a megújításához, amely jó pár év óta már tart. Először a főtömb, utána pedig a további részek újultak meg, ezt valamennyien tudjuk. Én megkaptam az adatokat is a kórház vezetésétől, amelyekben látható, hogy 32 egészségügyi szakmának ad helyet ez az épületrész. Tehát akik ide jövünk, és fáj valamilyen testrészünk, fáj a hasa, vagy a feje az embernek, a karja, vagy ki tudja milyen betegséggel,
térbe ide és várja a gyógyulást, nem is gondolnák azt, nem is gondolnánk azt, hogy itt milyen sokféle egészségügyi szolgáltatás áll rendelkezésre, milyen sokféle szakmában dolgozó orvosok, az őket segítő személyzet az, aki nap mint nap, órákon keresztül, a év szinte minden napján fogadja az ideérkezőket. Az igazi heroikus küzdelem az emberek egészségéért, azért, hogy visszakapjuk, meg tudjuk őrizni az egészségünket. És én szeretnék gratulálni a kórház vezetésének, a városi önkormányzatnak, az egészségügyi szervezeteknek, akik a háttérben meghúzódnak, képviselőik jelen vannak ahhoz, hogy ezt a fejlesztést sikerült megvalósítani, összhangban egyébként egy kunhegyesi beruházással, amit a közelmúltban tudtunk átadni. Hiszen nekem meggyőződésem, ezt mindig elmondom, hogy az itt élő embereknek is joguk van arra, hogy 21. századi egészségügyi színvonalú, 21. századi színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek. Nekünk a feladatunk, akik a közéletben, az országgyűlésben, a városi önkormányzatnál vagy más helyeken dolgozunk, hogy ehhez a feltételeket megteremtsük. És ezt a munkát el kell végezni, és el is végezzük. Erősíteni kell az egészségügyet, források kellenek ehhez, gép- és berendezés vásárlások kellenek, nem pedig gyengíteni. Lehet kritizálni, lehet kifogásokat támasztani, de a legfontosabb az, hogy aki a közéletben, az országgyűlésben dolgozik, az tegyen azért, hogy a kórház fejlődjön, ezáltal a karcagi és nagykunsági környékbeli egészségügyi szolgáltatások színvonala is emelkedjék. És erre egy ékes példa ez a mostani fejlesztés. Azt külön ki szeretném emelni, hogy a beruházás határidő előtt elkészült. Köszönet érte a kivitelezőknek, a kórház részéről a munka összehangolása nagyon fontos volt, hiszen itt menet közben egy működő kórház viszonyai között kellett elvégezni ezeket a felújításokat. Ez sosem könnyű, még egy családi háznál is komoly szervezést igényel, hát még egy ilyen intézménynél. Úgyhogy én szívből gratulálok, és bízom abban, hogy a további fejlesztések is ilyen gördülékenyen fognak haladni, hiszen a Nemzeti Ügyek Kormányának, az országgyűlésnek is az a célkitűzése, a szaktárcának is az a célkitűzése, hogy a magyar egészségügy is élve az ország gazdasági erősödéséből fakadó lehetőségekkel folyamatosan fejlődjön, és tényleg azt a színvonalat tudja biztosítani, azt a ellátást tudja biztosítani a betegek számára, amit joggal elválnak. Egyúttal az itt dolgozók munkakörülményei is javulnak, és ez szintén fontos, hiszen csak jó környezetben, magas színvonalú környezetben lehet az elvárt munkát teljesíteni, az elvárt szolgáltatásokat biztosítani, és így az egészségügy küldetésének is eleget tenni. Szívből gratulálok ehhez a fejlesztéshez, és biztos vagyok abban, hogy a folytatás az majd következik. Köszönöm szépen! Köszönjük képviselő úr gondolatait! Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat köszöntője megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, főigazgatóasszony, képviselő úr, önkormányzati képviselők, egészségügyi dolgozók, kedves audioterápiás csoport, ez a énekkor lenne, csak egészségügyi dolgozók is gyógyítanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Kátai Gábor Kórház olyan, mint az emberi szervezet. Van neki gyomra, ez a konyha, van neki immunrendszere, ez a takarítás és a mosoda, van neki keze, ezek a műtők és a sebészek, akik tesznek-vesznek, és minden része megvan, mint az emberi szervezetnek. Csak annyi előnye van egy ilyen hatalmas kórháznak, ami az emberi szervezetben nincs, hogy menet közben lehet szerveket javítani, és lehet kicserélni. És a Kátai Gábor Kórház egy olyan intézmény, amely folyamatosan megújul. Az elmúlt 15-20 évben, aki itt dolgozott, de lehet, hogy hosszabb ideje, talán 30 évben, mindig valami építkezés, valami felújítás volt ebbe a kórházba. Én nekem még megadatott, hogy itt a járóbeteg részlegre emlékszem, a szürkés csillogó linoleumra, a bevilágító ablakokra, a táblákra, ahol ki voltak írva, hogy milyen rendelő, a szemén alumínium betűkkel voltak a számok kiírva, hogy milyen rendelő, melyik orvos, hánytól hányig rendel. És aki bejön ide, rá sem ismer, csak a folyosóra, talán még csak a lépcsőre. De azt mondjuk, hogy felmegyünk a kórtermekhez, bemegyünk a konyhába, a mosodába, bemegyünk a műtőkbe, bemegyünk a sürgősségi részlegre, nem ismerünk rá.
hiszen évről évre ez a kórház megújult, és meg is kell újulni. Sosincs vége a fejlesztésnek, sosincs vége a megújításnak. Mint ahogy az itt dolgozók is folyamatosan újulnak meg szakmailag. A hölgyek nem öregszenek, de szakmailag meg kell, hogy újuljanak. Hiszen azok a terápiák, azok a gyógyszerek, amely néhány évvel ezelőtt még elfogadottak voltak, ma már idejét múltak. Aki az egészségügyi pályára lépett, annak folyamatos tanulás, folyamatos fejlődés az útja, mint ennek a kórháznak is. Én gratulálok a Kátai Gábor Kórház minden dolgozójának. Gratulálok ahhoz a magas szintű ellátáshoz, amit itt tudnak nyújtani. És egy példát szeretnék mondani, a tavaly évben, amikor tavaly volt 50 éves a Kátai Gábor Kórház, a Városházán volt egy rövid film a Kátai Gábor Kórházról. És Budapesttől kezdve az ország minden részéről jöttek szakemberek, döntéshozók. És amikor látták, hogy milyen szép ez a kórház, milyen magas színvonalú szakmai munka folyt, akkor csodálkoztak. Csodálkoztak, hogy egy gyöngyszem, egy kicsi sziget a magyar egészségügy történetében, a magyar egészségügy térképén, ami csodálatos épület, csodálatos modern eszközök, de ami még csodálatosabb, szívvel, lélekkel, szakmai, magas szintű szakmai tudással dolgozó szakemberek. Én kívánom azt, hogy újuljon a kórház, de a legfontosabb értékét őrizzük meg, azokat a szakembereket, akik itt dolgoznak, akikre egészségünket, életünket bízunk. Én gratulálok a felújításhoz, de gratulálok annak a csoportnak, annak a közösségnek, amely működteti ezt a csodálatosan megújult Kátai Gábor Kórházat. Még egyszer gratulálok, és jó egészséget kívánok még az egészségügyi dolgozóknak is, hiszen nekik is erre van a legnagyobb szükségük. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük képviselő úr elismerő szavait. Felkérem Kovács Szilvia, alpolgármester asszonyt, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt képviselő urak, főigazgató asszony, igazgató urak, igazgató asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves egészségügyi dolgozók! Karszakváros önkormányzata nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ma ezen az átadó ünnepségen megjelent. Elsőként engedjék meg, hogy átadjam Dobos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az átadó ünnepségen. Örömmel lép be az ember erre a folyosóra, de nem volt ez mindig így. Én nem vagyok egy beteg ember szerencsére, nem szedek gyógyszert, és a szombati motoros, traktoros verseny keretében megrendezett rizikó egészségügyi szűrésen örömmel jelenthetem, hogy minden eredményem a lehető legjobban sikerült. Tehát keveset járok ebbe a kórházba. De nem így volt ez gyerekkoromban. Én emlékszem, ahogyan képviselő úr is említette, hogy erre a folyosóra lépett az ember, egy nagy szürkeséget és sötétséget látott, hiszen a tetőablakok alig-alig világították meg ezt a nagy, hosszú, terjedelmes folyosót. És a végehosszas folyosón, gyerekszemmel ez végehosszas volt, vagy végehossza nem volt ennek a folyosónak, bizony-bizony nehezen találta meg az ember azt az ajtót, ahová is kellett mennie. És szorongott, és fájt, és semmi sem volt jó. És pedig ilyenkor az ember arra kíváncsi, hogy milyen gyorsan tudnak rajta segíteni. Mosolygó arcokat szeretne látni, nyugodt, kiegyensúlyozott munkás egészségügyi dolgozókat. És én úgy gondolom, hogy egy ilyen régebbi környezetben ez nem igazán tudott megvalósulni, hiszen egy megvilágított, fénnyel teli, gyönyörű, 21. századbeli, minőségi, technikai vívmányokkal teli környezetben mindenki sokkal kiegyensúlyozottabb és mosolygós munkát tud végezni. És akkor a beteg, amikor belép, akkor ő is egy picit megkönnyebbül, és talán jobban is érzi magát.
Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés a kórház életében, hiszen ez volt mindig az a pont, ahol az ember elsőként megjelent, és ezt követően helyeződött más-más osztályukra, ha esetleg a szükség úgy hozta. Újabban elég sokat járok kórházba, de nem azért, mert beteg vagyok, hanem azért, mert mindig történik valami. Mindig történik valami megújulás, valamilyen ünnepélyes átadó, ami azt jelenti, hogy bizony ez a kórház úgymond szinte kivetközött önmagából. Én már nem tudok itt kiigazodni, mert mindig eltévedek. Mert semmi sem úgy van, mint az én gyerekkoromban régen, amikor többet voltam itt. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen azt mutatja, hogy az itt dolgozók nem csak az egészségügy terén teszik a dolgokat, hanem a felújítások intézésének terén is. Hiszen lehetne azt is tenni, hogy nem pályázunk, nem teszünk semmit, és vagyunk abban a környezetben, amiben eddig is dolgoztunk. De a kórház vezetése nem ezt teszi, és ezért Karcagváros büszke lehet arra, hogy ilyen kórháza van. Nem szeretnék várost említeni, voltam én műtötten olyan kórházban, ahol bizony-bizony omladozott a vakolat, és úgy kellett az egészségügyi dolgozóknak a munkájukat ellátni. Én úgy gondolom, hogy ebben az épületben már nincs egyetlen egy ilyen szeglet sem, és én úgy gondolom, hogy erre igazán büszke lehet mindenki. És az is egy öröm számunkra, hogy az egészségügyi dolgozók, nem kevesen vannak a városban szerencsére, egy ilyen fantasztikusan megújult és nagyon-nagyon szép, igényes környezetbe tudnak eljönni és dolgozni és a munkájukat végezni. És ez én úgy gondolom, hogy a betegeknek sem mindegy, és a beteg és az egészségügyi dolgozók kapcsolatának sem mindegy. Szeretnék gratulálni mindenkinek ahhoz, hogy ezt a pályázatot sikeresen idő előtt lefolytatták. Mindenki munkáját köszönöm, és további jó egészséget, jó munkát kívánok. És kevés munkát kívánok, mert ez azt jelenti, hogy Karcagváros egy egészséges lakókkal teli város. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen a polgármester asszonynak. Felkérem dr. Gondos Miklós főigazgató urat, köszöntse a jelenlévőket. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért hagyd mondjak, hogy egy nagyon emlékezetes nap ez a mai. Nem azért, mert ma adjuk át ezt a rendelőt, hanem mert mindenki emlékezni fog az elkövetkező időszakban, ugyanis ugye tegnap volt a Nemzeti Gyásznap, az aradi vértanú kivégzésének az évfordulója. Úgyhogy valószínűleg ezt mindenki fogja tudni, hogy a következő napon, mint Phoenix madár, elindul ez a kórház a további fejlődés útján. Elég régóta ismerem a kórházat, sőt már előtte, mint a főigazgató asszony idejött, úgyhogy látom azt a fejlődést, ami van, és azt gondolom, hogy egy más oldalról fogalmaznék egy kicsit a dolgozók és a betegek irányából, milyen elvárások vannak ma a 21. század egészségügyével. Volt egy felmérés, ami azt mutatta meg, hogy hol szeretnek a dolgozók dolgozni, mik azok a legfontosabb prioritásai, amik nekik fontos. A munkakörülmények javítása volt az első. És azt gondolom, hogy ez a kórház az 50 éves fennállásában kezd megújulni, sőt, ugye nincs még itt vége, tovább kell ezt folytatnunk, mert építeni lehet, de dolgozó nélkül, meg elégedett dolgozó nélkül ez nem fog menni. Tehát annak nagyon nagy szükségünk van önökre, akik ezt az intézményt működtetni fogják, és a betegekre, akik a legnagyobb hálával fognak önökre nézni, és mindent oda fognak tenni azért, hogy ez a kórház így működjön az elkövetkező időszakban. Nekem egy feladatom van, azokat a körülményeket, meg munkaeszközöket, amik önök szüksége van, ezt biztosítsam számukra. Nyilvánvalóan mindent egyszer nem lehet kicserélni, de azért emlékeznek vissza az elmúlt időszakban lélegeztető altatógépeket, nagyértékű eszközöket fog még kapott, nagyértékű eszközöket fog még kapni a kórház, és akkor most már bejelentettem, amit a múltkor még Kúhegyesen nem mertem elmondani, a betegszállításra, vérszállításra a kórház 2 darab elektromos autót is fog kapni. A miniszter úr bejelentette a múlt héten, most már én is elmondhatom hozzá. És akkor még egy, ha már itt tartunk az elektromos autóknál, nyilvánvalóan az egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen lakókörülmények között lakunk. Ez egy lépés, ez egy indulás arra, hogy egy zöldebb ország felé menjünk, és ebben mi mindent el fogunk követni, hogy tovább tudjunk segíteni, és a kormányzat
2030-ra azt tervezi, hogy az állami flottának 30% elektromos autója lesz. Ez a környezetszennyező és a klímaváltozás miatt biztos nagyon fontos, és azt gondolom, ez csak egy mérföldkő, innen tovább kell lépnünk, és a kórház a megújuló részével ennek partnere lesz, és részese lesz. De azt kérem önöktől, hogy nem csak egy jó intézményben dolgozzanak, hanem olyan szépen beszélnek a betegekkel, ahogy mi is önökre gondolunk, és további sok sikert és jó munkát kívánok önöknek, és remélem, hogy még sokszor tudunk jönni valamilyen átadó ünnepségre. Köszönjük főigazgató úr szavait. Felkérem Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonyt ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt országgyűlési képviselő urak, főigazgató urak, polgármester asszony, igazgató urak, igazgató hölgyek, önkormányzati képviselőtestületi tagok, tisztelt jelenlévők, kedves kollégáim! Nagy öröm számomra, hogy egy újabb átadási ünnepségen vehetünk részt itt a Kátai Gábor Kórházban. Igaz, ahogy ezt miniszter úr el is mondta a beszédében, ez egy része ennek a pályázatnak, amit májusban megelőzte a Kunhegyesi járóbeteg átadás, és most ez a karcagi járóbeteg rész átadása. Ez folytatódni fog, még ez a beruházás, ugyanis 2020. június 30-áig kell, hogy befejezzük. Ezt is meg fogjuk előzni, de biztosítani fogjuk az akadálymentes bejáratot itt a lépcsőfeljárón, a hátatok mögött, és eszközökkel is gyarapszanak ezek a szakrendelők. Többek között a szemészeti, fülorgégészeti és a sebészeti, traumatológiai eszközpark állománya fog tovább növekedni. Én úgy gondolom, hogy számomra már csak az maradt, hogy köszönetet mondjak mindazért a munkáért, amit elvégeztetek és elvégeztünk együtt itt ebben az elmúlt 10-12 hónapban, hiszen nagyon nem volt egyszerű ütemezetten átadni a szakrendelőket a felújításra, a kivitelezésre, és úgy hiszem, hogy mindenki úgy állt hozzá, hogy a betegellátás volt az elsődleges szempont, annak a biztosítása, és ezúton is szeretném megköszönni minden egyes ellátottnak, aki ezen időszak alatt igénybe vette a járóbeteg szakrendelésünket, hogy fel tudta térképezni, és némi segítséggel ugyan, de meg tudta találni a számára kellő szakrendelőt, mert hogy helyileg máshova voltak helyezve. Úgy gondolom, minden kollégám, aki ebben a szervezésben részt vett és a lebonyolításban segített nekünk, hozzájárult kisebb-nagyobb erőfeszítéssel falatta a munkájával, ahhoz, hogy ezt a kivitelezést már a mai napon át tudjuk adni. Ezúton szeretném megköszönni az uniós forrás lehetőségét a magyar kormánynak, hogy egyáltalán volt arra lehetőség, hogy erre pályázatot adjunk be a járóbeteg szakellátás fejlesztésére. Ugyanakkor szeretném megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának és közvetve az Állami Egészségügyi Ellátóközpont térségigazgatójának, főigazgatójának, hogy azt a plusz forrást, ami szükséges volt még ennek a pályázatnak a megvalósításához, ez egy 31 millió forintos összeg, ezt is biztosították időközben számunkra. Én még egyszer nagyon köszönöm mindannyiótoknak a munkáját, és remélem, ahogy ezt főigazgató úr mondta, ezek az új munkakörülmények, korszerűbb munkaeszközök és munkahelyek nagyobb lehetőséget adnak számotokra arra, hogy minden nap reggel, mikor felkeltek és bejöttök dolgozni, akkor egy-egy mosoly legyen az arcokon, mert nagyon nem mindegy, hogy hova járunk be, és hol töltjük el a nap 8 óráját, hiszen a betegellátás mellett, ahogy megint visszautalok főigazgató úrra, a mosoly az arcunkon sokkal könnyebben megy, hogyha a körülményeink jobbak. Nagyon köszönöm még egyszer, és gratulálok mindannyiótoknak, akik segítettetek ebben a munkában. Ünnepségünk folytatásaként a felújított épületrész ünnepélyes átadása következik. Felkérem dr. Fazekas Sándor képviselő urat, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, dr. Gondos Miklós főigazgató urat, dr. Suba László térségi igazgató urat,
és Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonyt, hogy vágják át az épület részben kihelyezett szalagot.